Az elmúlt években a napkoron megvalósult fejlesztések meghaladták az 1,4 milliárd forintot. Ezek közül az egyik legfontosabb a napkori időjárási radarállomás felújítása volt, amely nemrég fejeződött be. A beruházás 152 millió forintba került, amelyhez a Földművelésügyi Minisztérium 85,5 millió forintos támogatást nyújtott. Szabolcs-Szatmár Bereg megye elsősorban még mindig a mezőgazdaságból él, ezért az itteni gazdáknak nagy segítséget jelenthet ez a napkori beruházás. A megye mezőgazdasági szempontból nagyon erős, és nagyon értékes kultúrákat tudhat magáénak, elég itt a pálinkákra gondolni, a szatmári szilva, a szabolcsa, a mújfejetői megy, illetve azok a gyümölcsfajták, amelyeken ezek alapulnak, ha nem tudom, szilva, vagy az almafajták természetesen, a fürtös megy ebbe a kategóriába tartozik. És itt a feldolgozás vonatkozásában is én bízom, hogy abban, hogy sikerül majd előrébb lépni, hogy minél több késztermék kerüljön, feldolgozott termék kerüljön a belső piacokra. A növénytermesztés mellett a megye állattartó profilja is erős. Ez különösen igaz a baromfi tenyésztésre, amely európai viszonylatban is kiemelkedő minőségűnek számít. Emellett azonban fontosak a gazdák számára a helyi piacok is, hiszen csak napkoron mintegy 500 őstermelő van, aki rendszeresen beszállít a nyíregyházi piacra vagy a környező települések gyermekétkeztetési konyháira. A kormány tovább szeretné erősíteni a térség mezőgazdasági jelentőségét, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a fiatal gazdákra. Ők számos előnyt élvezhetnek a pályázati lehetőségeknél és a földvásárlás esetében is. Megkezdődött egy generációváltás, és itt a kis és közepes családi gazdaságok jellemzőek a térségben. Én úgy látom, hogy el tudják sajátítani a legkorszerűbb számítástechnikai megoldásokat, az agrárdigitalizációnak az eredményeit. Olyan ültetvénytelepítések vannak, almaültetvények például, amelyekre méltán lehetünk büszkék, és mutatják azt, hogy megvan a szakértelem, megvan a újító szellem is a fiatalokban. Én bízom benne, hogy ezt a munkát az elkövetkező években is eredmény. Tudják folytatni. Többek között ezt is támogatja a vidékfejlesztési pályázat. Az elmúlt 7 év alatt 1300 milliárd forintot fordított a kormány mezőgazdasági élelmiszeripari fejlesztésekre, amelyből 120 milliárd forintot a szabolcsi gazdák nyertek el üzemfejlesztésekre. A gazdák aktivitását mutatja az is, hogy országosan 62 ezer vidékfejlesztési pályázatot adtak be, ebből több mint az egyhatoda, 11 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezett.